És itt van! Itt van az e-heti epikes ingyenes játék. Tudom, hogy egy kicsit későn jelentkezem ezzel, de megnézzük. Megnézzük. Nem maradhat ki. Ezt az egerentyűt azért egy kicsit arrébb húzom. Az e-heti ingyenes Epic játék, ami még a harmadikáig, harmadika 5 óráig begyűjthető, délután 5 óráig begyűjthető. Több mint 24 órátok van rá jelenleg. Ez egy JRPG. És ahogy itt az intróban is mutatták ezt a kép háromfele vágást, ez egy idő manipulálós játék. Turn-based combattal. Csak hogy felcsigázzalak titeket, olyanokat lehet benne csinálni a harcba, hogy van egy ellenség, akin egy fém páncél van, akire hogyha víz alapú támadást nyomsz, akkor hogyha átküldöd őt a jövőbe, akkor rozsdás lesz a páncélja. Például. Tehát így az elemekkel lehet szórakozni, mint például egy Zeldába vagy egy Genshinbe. A JRPG egy nagyon különc műfaj egyébként, tehát hogy ez így európai játékosként ez szerintem nagyon távol áll tőlünk, de szerintem azért közülünk is, köztetek is megvannak azok, akik nagyon szeretik ezt a stílust. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen izgi. Nagyjából egy éve jelent meg, bár én valamiért azt olvastam, hogy ezt amúgy adták 2019 elején is, de akkor lehet, hogy azt félreolvastam. Na mindegy. Szóval tavaly nyáron jelent meg, nagyjából 20-30 óra egyébként kimaxolni, 20 óra egyébként a sztorit végignyomni. A karakterünk Chris Bell azért küzd, hogy megakadályozza a gonosz idősászárnőt a terveibe, hogy megmentsük a világot. Öt városon keresztül vezet az út, akiknek a lakosait megmenthetjük, vagy nem. Mert hogy vannak ilyen mellékküldetések is, amiket csinálhatunk. Rengeteg mindent csinálhatunk a játékban. A történet egyébként úgy indul, hogy karakterünk Chris Bell árvaházi gyermek, és egy rózsát szeretne visszaszerezni a békától, és amikor odaér, akkor beindul az egész történet, mert a béka elmondja neki, hogy ő micsoda, és hogy milyen képességgel rendelkezik. Nagyon tetszik egyébként a háttérben az az ábra is, ahol bal oldalt ott egy kisgyerek, középen egy már felnőtt nő, jobb oldalt pedig egy idősebb asszony. Ott megpróbálom az egérrel mutatni nektek ezt a képet. Ja, és nincs idő egyébként így, amikor így elmondja a béka, hogy mi van, akkor megtámadják közben a várost, jön Christopher is, aki majd kiderül, hogy kicsoda, megvédjük a várost, de vele sikerül megvédeni a várost, de kiderül, hogy nekünk sokkal nagyobb szerepünk van, és innen barangolunk jobbra-balra. Vannak quick time eventek is a játékban. Azt hiszem ennyi. Ja, a 2019-es E3-on lett szerintem bemutatva. Azt hiszem. Na, ennyi. Ennyi. A beállításoktól nem várjatok egyébként sokat, vannak. Ó, ez egy olyan játék lenne, ami felismeri a DualShock 4-es kontrollert. Ha, érdekes. Van ilyen is.
japán dolgokhoz kell némi kattanás? Nekünk mindenféleképp. Na. This is a real fight, Chris Bell. Time to use your new skills. Mátyás. Mátyás a kis béka. Ott van a lábunknál. Már rögtön a... Rögtön akcióba dob minket a játék. Be swift, be precise. First select attack and then choose your target. Ott a kis kalapos békánk. Finally, just as the attack connects, press the button one more time to do a double slash. Jaj! Aha, tehát ki tudjuk választani az irányt. Wow, amúgy elég király jól néz ki az interfész. El is tudunk futni a csatából. Skill. Nincsenek skilljeink, úgyhogy csak támadni tudunk. A Goblin Soldier. Jelenleg csak őt tudjuk kitargetolni. Itt egyébként látszódik, hogy ki után jön, ez ugye a körökre osztottságból fakad. Dual Swing, 22-es sebzés. Make sure you press the button again right as your attack hits the enemy. Na, hát most jön a quick time event. Második ütés tökéletes időzítést követel tőlünk. Aha. Jó, hát gondolom ez jó lesz. Hát... Jó, persze. Very good, Chris Bell. Ezzel lesznek bajok. Tehát most blokkolnunk kell. Careful, Chris Bell. It will strike. Nicely done. Ezt amúgy még gyakorolnám, hogyha lát. Mehet. Oké. Okay. Perry! Ott van, bolond Perry. Well done, Chris Bell, but I am afraid our work is not done here. Hogy mondja, tehát ez a turn-based combat, quick time event-tel vegyítve, Nem lesz szerintem egyszerű. Ez nem lesz egyszerű, skacok. Na, itt van Christopher. Hello. My name is... Tell me if we survive. You know how to fight? Let us show him. Mutassuk meg nekik, hogy tudunk harcolni. Na, most Christopherrel fogunk támadni. Neki van ilyen Water Bubble nevezetű skillje. Mehet egy ilyen. Asztorat. Asztorat, 49-et sebzett. Na, hát akkor mehet még egy ilyen. Skill, Water Bubble. Fúgy! Kristóf amúgy elég jól sebez. Üdv mindenkinek, srácok! Sziasztok! Azt nézzétek! Oda nézzétek! Na, most próbálom felfogni, hogy... Igen. Hát van csöcs fizika a játékban. Mármint nem ezt akarom felfogni azt, hanem azt, hogy ez két csaj egybeállva és fogják a pajzsot. És az egyiknek van egy vájat a szemgödre réből kiindulva. Jó. Na de akkor ők most egy ellenség vagy kettő?
it past us. Look, volcano, they broke our poor goblins. Na, ez a, az egyik a Gally. Can we keep them? Gally és Volcano, oké. Okay. Tehát akkor ők semmiféleképp sem egynek számítanak, oké. Okay. Until I stop murdering them, I know, I just wanna play. Not my fault, they're all so squishy. Gally szeretne játszadozni a kicsikkel. Na, hát továbbra sincs skillünk, de egy célpontnak számítanak, úgyhogy ez jó. Na, ez... Most ők megcsókolták egymást, hogy mi történt? Ennyire örültek, hogy sikerült a blokkolás? Ez gondás, srácok. Water bubble! Ez gond. Meg se karcoltuk őket, így van. Ajaj. Ajaj, Kristóf kapott egy 24-es sebzést. Na. Azt hittem, ez családbarát stream. Családbarát. Megcsókolta egymást a néni és a néni. Ez teljesen 2022-es, mert szeretik egymást. És szerelmesek. Narim Town. Na várjunk, tehát, hogy most használta a Chris Bell a kristályokat, és most minden jó. Szia, Sina! Szia, Gabe! Üdv mindenkinek, srácok! Magyarországon az ilyen illegális, akkor az ORTT-be fog perelni? Chris Bell! Chris Bell! Well, I better not keep her waiting. Jobb lesz, hogyha nem várakoztatjuk meg. Nagyon tetszik egyébként a játék grafikája, azt a rohadt, milyen jó. How to? Azt mondja, tehát a baloldali analóggal tudunk menni a megfelelő irányba, az X-el pedig interaktálhatunk. De jó! Itt lehetne... felvenni valami questet, például. Superior anyukával kell beszélgetnünk. Did you prune the roses yet? I'm sorry, Mother Superior. It's just my rose. He, the frog, he took it. Most visszamegyünk egy kicsit az időben. Enough. I've seen that look before. Mert itt még nem barátunk a kis kalapos béka. De most lesz majd az. Ez a játék azonnal beúzásra kerül, csak érek haza a melóban. Hát gondoltam. Gondoltam, Riku, hogy neked be fog jönni. Thank you, Mother Superior. Mother Superior? And be careful. I worry about you. Szia, lovacska. Lovacska meghallotta, hogy csöcs fizika van a játékban, rögtön felkapta a fejét. Amúgy egy pillanat türelmeteket kérem, de zavaró, hogy a PS és az Xbox controller ikonok itt váltakoznak a képernyőn, úgyhogy ezt mindjárt meghegesztjük. Ja, most már jó lesz. I have to get my rose back. Igen, tehát a három szöggel kérje, hogy mi a feladatunk. Vissza kell szerezni a rózsát, és itt mindenkivel lehetne beszélgetni, de nem fogunk, mert hát azt majd ti megteszitek. I still have to find that frog. Jó. Tehát akkor nem erre van a béka. Oké, tehát délfele kell mennünk.
Jó, hát igen. Meg kell találni a kis békát. Akkor nem szabad kilépni a városból. Hát akkor menjünk erre. Van idős bácsi. Van fűrésze, meg ilyen fűrészes dolgai. Igen, tehát még mindig vissza kell szerezni a rózsát. Aranyos az a kis maci, ami ott van a kis gyerkőcő kocsijába. Meg az anyuka is. Jól néz ki. Aszta, hát ennek a csávónak van itt páncélja. Ah. Tehát, ha a cipel nem kéne, lovacska ilyen titkárnőket szeret meg 3D-zni. És hát így áll ilyen, ilyen kis ártatlan fejet vág, miközben bejegyzetel, meg néz a harcos úri emberre. Meghallgatjuk. Nem akar beszélni. Ja, hogy ő a polgármester. A buffos, páncélos bácsinak cuki titkárnője van. Robert Farmer. Így ebből a szemszögből így a polgármester. Money, power, your precious industry. That's all you care about now. How dare you? Where's your proof? Hogy titkárnő. Tessék. Proof. Look around you. Look at our crops. Then sell your lands, Robert. Don't let it trouble you any longer. It's what's best for the town. It's best for someone, but not the town. You seem to be doing just fine. Amúgy a szinkron, a voiceover az szerintem tök jó. See here. I never... Mr. Mayor, we have a visitor. Hello, Crispell. What do you want? Hello, Miss Lana. I was looking for... Ja, jó az art style. With a top hat? Of course you were. Try the northern fields. Northern fields. Okay. The lady light your way, Crispo. Too many in town. Kicsit animés. Oh, thank you. Hát nem tudom elmondani, hogy ez most nem, milyen nekem. Ott van? Ott van? Nem tudom, amúgy nem mondanám olyan animésnek, inkább olyan, mint hogyha ez ilyen... Hát, hogy is mondjam... Nem olyan keleti az art style, inkább olyan, mint a magyar népmesékbe, vagy nem tudom, nem is magyar népmesés, de inkább a magyar népmesére hasonlít, mint az animére. Tehát a kis kalapos béka valahol errefele van. Gondoltam, hogy ez nem lesz egyszerű. Hi Polly. How are things? Hi Polly. I don't know, Chris. Between the crops, the monsters, the weather, it never ends. I just saw your dad with the mayor. They seemed really... Ó, hogy ő a farmer Robertnek a lánya. Nekem a Winx ugrik be róla? Na, azt nem vágom, én csak az új Winx-et láttam. Azt a sorozatot. Again, I keep telling him to trust the mayor. We need his soldiers to protect us. But it's always, we give the lady our trust. Everyone else has to earn it. Sorry, Chris. What's up? Jaj, ne, az annyira gagyja rajzfű menő volt. Nekem tetszett nagyon a Winx, bár tudom, hogy nem én vagyok a célközösség. A világa nagyon tetszik. A világa nagyon tetszik. Az nekem nagyon bejött egyébként.
He was wearing a hat. A top hat. He took my rose. A frog in a top hat? Only you, Crisbell. I haven't seen it, but I'll keep my eyes open. Thanks, Polly. Maybe I should pray to the lady about it. You have been talking to my father. Sokat torzítottak rajta a mesélhez képest? Aha. Mesét abszolút nem vágom. For a miracle, I suppose the cathedral is as good a place as any to try. Ott van, ott a kis béka. A katedrális fele kell menni. Ja, és látjátok, hogy merre kell menni, amerre a rózsaszirmok vannak. De hát a rózsádnak nincs is ennyi szirma. If Mother Superior finds out I've come here alone. Valószínűleg, igen, a szuperior anyuka nem fog örülni ennek, hogy ide jöttünk. Alig vártad a szombat reggelt a tévé előtt, akkor ment ez a Winx? Anime ecchi, az ecchi az nem az, ahol fiúkkal csinálják animében? Vagy ez valami teljesen más. Nagyon beteg animés ismerőseim voltak, amikor loloztam, és akkor sok ilyen dolgot megtanultam, amit már elfelejtettem. Az a yaoi, ja? Ja, meg van a Yuri. Meg ilyenek. Na, mondom, én hallottam már ezeket, de már nem beszélek azokkal a lolos ismerősökkel. Az ecsi az a perverske. Na azért tudtam, hogy valami ilyesmi fogalom akármi. Az ecsi az soft porno. Köszönöm szépen, hogy felelevenítétek ezeket a tudásokat. Itt. Átmentünk az időn közben. Megnyitottuk az idő kristályát. Nem figyeltem. Nem maradtunk. Mátyás a béka. Szolgálatodra. Már egy jó ideje rajtunk tartja a szemét. Mátyás. Öröm ilyen kvalifikált társaságban lenni. I suspected you had been chosen, my dear. It appears I was correct. Chosen? By whom? What are these crystals? Mik ezek a kristályok? Miért pont én? Ki választott ki? More questions. The past and the future have revealed themselves to you. A múlt és a jövő felfedte magát neked. Gyere, nézd meg magadnak. Nem akarom ezt! Nothing to fear, child. You have much to learn about your powers. Nem kell semmitől se félni, mert most mindent meg fogsz tanulni az erdődről. Az erődről. Mármint, hogy, ja. Szerinte ez nem erő, hanem átok inkább. Miért történik ez meg? But I know someone who can help. He lives in a little hut down by the lake. A béka, Mátyás tud valakit, aki segíthet nekünk ebben. Ő a férfi, vagy férfinak tettető egyén lent él a tóparton. Egy kis vikilóban. Leave town. Mother Superior will worry. She would be very worried if she saw you like this. Is it another talking frog? If only. But sadly, no. Trust me, little one. Let us go immediately. Amúgy nem tudom, én egyelőre, hát hogy mondjam nektek, nagyon tartottam attól, hogy egy játék JRPG, mert én nekem nagyon nem adják, vagy hogy mondjam,
nagyon nem gondolom magamének ezt a keleti játék stílust. Ez már egyébként a Pokémonnál is kiderült. Pokémon, tehát az Arceus-t szeretem. Tudom, az nem RPG, de hogy ettől a keleti vonaltól mindig is óckodtam, és amit most kapok így JRPG-ként, ez nem is olyan szörnyű. Ez eddig nem is olyan szörnyű. Na, srácok, most megvan a hármas látásunk. Bal oldalt látjuk a múltat, középen van a jelen, és jobbra van a jövő. Meg akartam nézni az öreg asszonyt, hogy ő hogy néz ki. Várjunk. Igen, az a jövő, az mindenféleképpen a jövő. Ó, nem tudjuk megnézni, hogy a kisrác ott van-e, vagy hogy az öreg asszony az már nincs ott például. Ez szerintem csak lineáris játék, nem? Lineáris, aha. Győzem, tényleg új barátokra látom itthon, csak annyit kapok, vedd fel a füles, nem szeretem a japán nyelvet. Hát ez nagyon menő. Az öreg asszony úgyse fog nekünk hinni. És ez amúgy hagyján, hogy mit mondtam, hogy hogy látszódnak itt a karakterek. A táj is egyébként ugyanúgy változik. Tehát a jövőben ez a templom sajnos romos, nem forog az órája. Ott bal oldalt pedig a szobrok még csak épülnek. Tök jó. Nagyon király. Na várjunk, és a babakocsi. A babakocsiból az történt, hogy ott van a kis gyerkőc, és az anyukája bevásárol. Itt pedig van valami csajszí, aki itt már öreg asszony. Itt pedig, ahogy látom, mármint a múltba pedig, ott van az apukája vagy a papája, akitől átveszi ezt az üzletet. Wow. Hát ott meg konkrétan az anyuka, aki még a medvét fogja, és a jelenben megkapja a gyereke azt a medvét. Kisgyerkőc. Tök jó. És a medve mindhárom idősíkban jelen van, mert ott meg ott van a földön. A jövőben. Aztán. Igen, meg kell nyitni a menüt és menteni egyet. És akkor jó lesz. És ez a térképünk. Wow. Just a little further. Azt mondja, hogy majdnem ott vagyunk. Tópárt, Vityiló. Közben tudunk csapkodni. Just a little further. Értem. Aha. Na ez lesz a tó, szerintem, amit most itt körbe szaladtunk. Ez a Vityiló? Oh. Here we are. He lives just over there in that hut. Perhaps you should let me do the talking. Ó, és itt is látjuk a világot. Wow. Wilhelm sikoly. Open the door,
you pompous child. We have important business. Matthias? Huh. Idiot frog. Hmm. You're a child. Manners. You're speaking to a revered time mage. Now, who might you be? Crispell. Tetszik, ahogy megváltozott a muzsika. Crispell has opened both crystals of time. Ridiculous. Impossible. Why not even I have been able to? Szóval ez a srác szerette volna megnyitni az idő kristályát, de ő nem tudta. Crispell-el meg csak úgy megtörtént. No. No, no, no. There's something else at work here. Can someone please tell me what's going on? Patience. I am Wilhelm the Wise. Wilhelm a bölcs. Bölcs. As am I. Ő is egy időmágus, csak neki nem nyílt meg a kristály. Led to my youthful appearance. Yours are the gift to see possibility. Possibility? I thought it was the future. Incorrect. It is a possible future. Perhaps a practical demonstration will help. Take this seed and plant it over there. Na. Most megtanítanak minket arra, hogy hogyan cselekedjünk a világba. Elültetünk egy magvat. Nézzük. Megkaptuk a magvat. Hova? Azt mondta, hogy oda. Mit jelenthet az oda? Ide? Tehát ő például nincs itt. Csak egy árnyék. És a jövőben sincs ott. Aha, akkor ide. Na tessék. A jövőbe már leesett a termés. Tell me, what do you see in the future? A tree. It's growing from the seed I planted. Exactly. A glowfruit tree to be specific. But take care. It will only grow if you care for it. Otherwise it will wither and die. So if I do something in the present, I can affect the future. Obviously. Has that not always been the case? Now, however, you have the ability to see future possibilities. So choose your actions accordingly. Jövőbeli lehetőségeket látjuk. I should use this to check up on Mother Superior and my sisters. They'll be wondering where I've gone. Thank you, Wilhelm. Yes, yes, go to your sisters. You've given me much to ponder, young mage. Időmágus. I should get back. Oké, megyünk vissza. És akkor ide balra kell menni, hogyha minden igaz. No! How could this happen? Matthias, what? Mi történt? Wow. Durva, hogy milyen borúsnak látja a jövőt a karakterünk. Crispell, you had me worried. Tetszik a tetovált arca amúgy a csajszinak. Mother Superior, you're okay. The orphanage is still here. Well, of course. What's got you so excited, child? Did something happen? No, I mean, not yet. I went to get my rose, then Matthias showed me how I could... Matthias? Matthias? Yes, he was just here. I need to find him. At least give me the rose you spent all morning looking for. Yes, Mother Superior. Now, go find your friend, and don't take all day.
You still have to prune these roses. Tehát meg kell keresnünk Mátyást. Ismét Mátyás keresésbe vagyunk. Mátyás keresés. Na, ő talán tud segíteni? I miss your grandma, Chris. And how it used to be around here. Esetleg ez a csajszű? I pick every strawberry right now. Maybe I won't have to do it ever again. Ez egy nagyon jó ötlet. Ha leszed az összes szamócent. Esetleg te? Alice. Yesterday. If I take extra care of them today, they'll be even prettier tomorrow. Én nem látom a kis békát, lehet, hogy amúgy nem is itt van. So many chores. The kids in Ella. Town get to go out and play. Mátyás. I thought it best not to upset your mother superior with the appearance of a talking frog. Nem akarta felidegesíteni a Mother Superiort azzal, hogy ő egy beszélő brekkáns. Crispell, I am sorry if I upset you by leaving. No, I mean, yes, but it's the orphanage. I saw its future. Abandoned. Elhagyatott a zárvaház. How could that happen? I do not know, but let us look around town. Perhaps your new powers can shed light on this. Azt mondja, Brekkáncs, hogy a képességünknek köszönhetően fényderíthetünk arra, hogy mi történik majd a... Vagy hogy miért történik ez. Let us look around town. Körbe kell nézni a városba a nyomok után. Did you find your frog, Crispell? If not, you're welcome to look around here. Megvan a Brekkáncsunk. Let us look around town. Jó, értem. Tehát akkor valószínűleg a városba kéne még jobban körülnézni. Ezt már megnéztem. The Miller's house and the apothecary shop. They've been destroyed. Yes, quite unfortunate. Unfortunate? The Millers are homeless. Without the apothecary, the town has no medicine. Only in the future, and only if you let it happen. Milyen kedves, hogyha hagyom megtörténni, akkor tönkre megy a világ. No, you're right. Why would someone do this? Excuse me. I think your shop has rot problems. I don't have time to worry about that right now. If you want to talk rot, talk to the carpenter over to the west. Okay. Aha, tehát bal oldalt már idősebb bácsi volt, itt meg már a vén bácsi, és itt meg már nincs senki. Nem rak rád a béka nagyomást? Igen, meg semmisül a világ, de ezen csak te változtathatsz. Igen. Valakinek meg kell javítani a házakat, mert egyébként gond lesz, és homeless-ek lesznek az emberek. Carpenter Joe. Can you help me? There's a problem with the houses. Akkor tévedtem, tényleg RPG az default plot. Mármint, hogy nagy nyomást tesznek rá, hogy meg kell mentsd a világot. A problem? Great. What did you see, girl? They're rotting away from the inside. In a few years, there won't be anything left. Te vagy az egyetlen, aki megment. You saw rot on the inside. De ez ilyen RPG-ekben is ez van, nem?
Te vagy az egyetlen, aki tehetsz valamit a világért. Sounds like someone's been telling you stories about Ash Blight. Happened back when I was a kid. Vagy ez a JRPG-kben jobban jelen van? If the old apothecary hadn't brewed up a batch of green leaf tonic. Can you make some? Sokban inkább te egy vagy a sok közül. Do I look like an apothecary? Go ask June. She's the one who knows about this stuff. Charming fellow. June. Carpenter Joe says the apothecary knows how to make the tonic we need. Tonic kell neki. De igen, az volt, de szerintem már eltávolodtak ettől. Carpenter Joe says the apothecary... Why would someone do this? This will take forever to sort out. Excuse me, I was wondering if you could help me. You and half the town? No, no, I can't. Someone tore the label off of my mushrooms. That sounds bad. Bad? It's terrible. One of these is red button. Good for digestion. Great on a salad. One of them is ground. Nem tudja, hogy melyik gomba, melyik, mert levették a címkét róla. An important distinction, wouldn't you agree? Of course, with no labels, it's impossible to tell them apart. Can't you just throw them out and make some more? Sure, of course. It would take weeks to find the mushrooms. Hetekbe telik, míg gombákat talál. És napok, míg előkészíti őket. My father used to do all of that. He bottled and labeled them years ago. Évekkel ezelőtt az apukája csinálta meg a üvegbe tételüket. I'm sorry. I wish I could help. Nem tudom, hogy lehet ezt jobban fordítani. Me too. It'd be nice to have help around here. Since dad died though. Amióta apukája meghalt, azóta minden sokkal nehezebb itt a gyógyszertárban. Sorry, I've got to get back to work. Na tessék, fel lehet neki dobni a dolgot, hogy a házak tönkre mennek, bevizesednek, lepárásodnak, tökéletes hely gombát termelni, két legyet egy csapásra. No wonder she's upset. They all look alike. I suppose they do. Let me try something. Ugh, I can't see them in the past at all. Allow me. Na, a Brackencs segít időt ugrani. Ó, de aranyos a kis béka! most akkor menjünk a jövőbe. A jövőbe. És a zene is lelassult. Kis duci Brackencs. Na, tehát meg kell nézni itt a feliratot. Vagy beszélni is tudunk? Na, tehát a bal oldali a halálfejes, a jobb oldalira pedig nincs írva semmi. Well, this one has a skull on it. Az lesz a death cap. This is the death cap. That sticker. I saw it today. Some kids were playing with one. A gyerekek játszottak ezzel a stickerrel. Jó. Így már tudunk segíteni? I should tell June which one the death cap is. Na, és mit mondunk neki, hogy honnan tudjuk ezt? Would she have any reason to believe you? Így van. Miért hinne nekünk? Bizonyítékkel. Na hát, igen. Tehát valószínűleg meg kell keresni a... ezért. A címkét. Check out the cool sticker we found! It's a skull. Ott teszik közben a jégkrémet. You took that from June's. Do you know what you've done? It's only a sticker. You can't just take things from stores. It's
Nem vehetitek el csak úgy a dolgokat, főleg nem a gyógyszertárból. Ennyire alapvető, ha tudja melyik a légyölő galóca, akkor a másikból iszik, ha nem hal meg igazából. Nem, nem lesz gond. Nem lesz itt gond. Visszaszereztük a koponyás stickert. Na és akkor most mit csinálunk? Miss June, we found your label. It goes on the bottle with the red lid. Where did you find it? Some kids took it. They just thought it was a cool skull sticker. I don't think they meant any harm. Of course they didn't. What's done is done. I'll talk to their parents about this later. Na majd beszél a szüleikkel később. I really appreciate all you've done. This might be a good time to ask her about the tonic. Na, most már kérdezhetjük a tonikról. Crispell, was there something you needed? Yes. Do you know how to make green leaf tonic? Of course. Unfortunately, I don't have any glow fruit in stock. It's very rare and it doesn't keep. Glow fruit kell. Not many uses for it, but it's essential for green leaf tonic. Is there any glow fruit near Nareen? Maybe I can find. I wouldn't get your hopes up, but ask Magda by the cathedral. Magda a katedrálisnál segített nekünk, hogy hol lehet ilyen glow fruit. Már amúgy érzem a JRPG-ségét a játéknak. Az, hogy mennyit kell beszélni. Good morning, Mrs. Magda. Do you know if there's any glow fruit growing nearby? Miss June thought you might. They used to grow by the lake, but I haven't seen one in ages. Évek óta nem látott már ilyen glow fruitot. It was glow fruit. Nem azt emezhetünk az időt utánába? Lehet amúgy. I'm sorry, azt mondta a Chaisi Wilhelm, hogy nagyon kell, nagyon jól kell gondoskodni arról a... arról a valamiről, amit ott ültettünk, lehet amúgy, hogy azaz. Minden 10 évbe teremnek meg. Simán lehet egyébként továcska. Mindjárt kiderül. There's the tree I planted, but the fruit is going to take forever to grow. Then perhaps we should skip ahead, or rather, I will. Ha? Az lesz az. Here it is. Ja. Now to. You did it. You did it. It's not much though. It will have to do. Let us go see the apothecary. Okay, és megvan a glow fruitunk. Tetszik egyébként, hogy a Chaisi hajába utazik a béka, amikor városon kívül vagyunk. Will one be enough? That will do. Give me just a minute. Here you go. There's enough only for one dose, but it's free of charge. Sziasztok, sziasztok. Thank you. Egyre elég lesz ez a glow fruit. Na, tessék, meg is van a tonikunk. Well, I finally have the green leaf tonic. I thought you would be happier. What is it, Crispell? There's only enough to fix one house. What can I do? Ah, yes. Even with the crystals, there's only so much you can do to help. It appears you must make a decision. How, Matthias? No matter what I choose, one of the houses will be ruined. You are a time mage, Crispell. Decisions such as this, they will not be uncommon. Tehát egy házat tudunk csak megjavítani ezzel a tonikkal. Nem mindent, sajnos, és döntenünk kell. Chris,
Crispell, what can I do for you, dear? Ash Blight Infection. Sorry. If you think of anything... Na, akkor valószínűleg odaadhatjuk Milleréknek, igaz? Hello, Crispell. Az helyzet, hogy Miss Millert nem ismerik annyira. No worries, dear. Bár amúgy kedvesnek tűnik. Hát, amúgy talán a gyógyszertára nagyobb szüksége van a városnak. De mondom, sajnos Miss Millerről nem tudunk semmit. Crispell, what can I do? It's your shop. It has an ash blight infection. Ash blight? Why would you think that? I overheard the carpenter talking. He thinks a number of buildings could be affected. How awful. I remember my father telling me stories about ash blight. Az apukája mesélt a sztorikat erről az ash blightról korábban, és elhiszi nekünk, hogy a Carpenter Joe mesélt arról, hogy amit hogy mondogatta, hogy ez az egyik ház, ami megfertőződhetett vele. That grew near the farms, that it spread on the wind after the big fires. Nagy tüzek után a farmról bejött. Well, no time to waste. We don't have much tonic, but perhaps I can find another solution. Thank you again, Crispell. You're welcome, June. I'm glad I was able to help someone. Megváltoztattuk a jövőt. Az épület nem megy tönkre. Do you see how your actions have affected the future? I suppose. But what about the Millers? Where will they live? Hát igen. One problem at a time, little one. Remember, most of the town remains unchanged. And we're no closer to finding out what happens to the orphanage. We have more immediate issues to deal with. Look. Smoke! The farms are on fire! That's what brought Ashblight to Nareem the last time! Na tessék, most meg kell mentenünk a várost, hogy az Ashblight ne terjedjen majd jobban. Crispell, wait! Én azért kicsit óvatosabb fogadnám ezt a gyógyszerésztől, elhozza az almát, a csaj megcsinálja a tonikot ingyen, és ahogy megvan a tonik, elmondja azonnal, hogy a házad össze fog esni az Ashblight miatt. Ashblight miatt. Hát na. Úgy szörnyek vannak. It can't be too late. It can't be. Crispell, get out of here. It's goblins. They torch the fields. Ah, a goblinok felgyújtották a mezőt, majd a földet. There's nothing you can do here. Harcolunk. Just let me. Don't be foolish. Let the soldiers do their work and pray they're up to the task. He is right, Crispell. The crystals won't be enough. Quickly, we must see Wilhelm again. Meg kell néznünk Wilhelmet. Basszus. Nagyon tetszik a világ. Mentjük a játékot. Ott. 48 percünk van eddig a játékban. Back again? Goblins are attacking the farms. We've got to do something. Matthias said you could help. Did he? He's right, I suppose. With your talent and my training, perhaps in a few years. Years? The goblins are attacking now. Patience. You're a time. Évekbe kerülhet a kiképzésünk. Évekbe telhet. We are out of options. There is no other choice. Give her the sword, Wilhelm. Ridiculous. The sword is much too powerful for a novice. Nem akarja odaadni a kardot, mert... This would be too much. It is the only way. We have no time to spare. Kezdő kezében nem biztos, hogy jó ötlet. If the girl is everything you believe, she may well survive. It doesn't matter. I'll do it. Very well.
Then touch the darkness within me. This should be interesting. Hoppácska! Milyen menő haja lett közben a karakterünknek. You've done it. More and more interesting. The sword. So much power. I can feel it moving through me. Belemozgott, mármint hogy áramlik, átáramlik rajta a kard energiája, ereje a karakterünkön. Quickly, Crisbell, the goblins. But Mother Superior, my friends, I have to protect them. Go. I'll look after them. Meet us at the cathedral. We'll be safe here. Now go. Thank you, Wilhelm. No. They're trying to reach the town. Now that you have the sword, your powers have been enhanced. You should now be able to send your enemies to either the future or the past. Give it a try. No. Hat CP-be kerül. A jövőbe küldtük a goblint, aki így sokkal idősebb lett. Az a gond, hogy még így is rohadt erős. Agyon fog minket vágni. Konkrétan meg is haltunk. Oké. Okay. Ne. Back again? Goblin, did he? You're patient. We are out. Give her the Brit. The strength. It's fine. If the girl, it doesn't very well. This should. Ott már. Basszus. You've done it. The soul I can. And just. But mother, go. Thank you. Na nézzük még egyszer azt a harcot. Tudunk-e menteni? They're trying to reach the Nem. Town. Now that you have the sword, you should now be able to send your enemies to either the future or the past. Give it a try. És hogyha múltba akarom küldeni? Hát ez semmire nem volt jó. STR buffot rakott magára. Tizenkilencet támadott ránk. Ja, kétszer is tudnék támadni, ezt elfelejtettem. Who are you supposed to be? Hello, my name is... Tell me if we survive. You know how to fight? Let us show him. Tehát a múltba küldés az azért nem volt jó, mert hogy balra nem volt éppen senki. Ott még kis goblin van, látjátok? Egy water bubble. 51-et sebzett rá. Szerintem agyon is tudjuk csapni. Not bad. I'm Christopher, by the way. Crispell. Na. Most mehet egy... egy water bubble. És akkor most elküldjük a jövőbe.
Nagyon jó. Ott van. Level 2, ding-ding, meg 40 valami. Chrisben megtanult gyógyítani most ezzel. Na, és itt vannak a csajok. There. That's two less of them. Been chasing those things since I left St. Clarity. We've got to stop them before they reach town. And exactly how do you plan to do that? Hold your ground. They won't get past us. Look, Volcano. They broke our poor goblins. How adorable. Kip Galley, we've talked about this. No more. Till I stop murdering them. I know, I just want to play. Not my fault they're all so. Igen, igen, Leto, jókor jöttél vissza. And that's why we can't have nice things. Olyan, meg, hát igen, a dupla ikrek. Ja, mi? Szóval, tehát akkor őket elküldjük a jövőbe. Na, hát például nem volt jó őket a jövőbe küldeni, mert a jövőbe ők még erősebbek. Don't let your guard down. I don't trust this. Are you kidding? Time to have fun. Impossible. This isn't working. I'll bring them back to the present. After that, you use your water skill and I'll try sending them to the future. Na. Az a feladat, hogy visszaküldjük őket a jelenbe, teszünk rájuk vizet, aztán elküldjük őket a jövőbe. És akkor most jön majd az a mechanika, amiről az elején beszéltem. Tehát nedvesek lettek a csajok, ott látjátok egyébként ott, hogy ott van egy ilyen kis víz ikona nevük alatt, tehát hogy nedvesek. Na, és akkor most megyünk a jövőbe. És most látjátok, hogy így jön le róluk valami. Éppen valami hullik le róluk. Valamit csináltak a pajzsunkkal, mondja a Volcano. Rozsdás? Kit érdekel? Kit érdekel, hogy rozsdás? Mondja az egyik csaj. Hoppá, hát nem működik a pajzsuk. Haló? Na, elég lesz. Hyper Volcano Fire. Na, nyomunk ilyen hiat magunkra. Azt mondta. Medence és randi utána vakkola. Gyászolik róluk? Azt mondod? Egy kis nedvesség. Destroy them! Azt gond, hírálni kell most majd a csajszival. Na, mehet egy kis hír. Szevasz, Zolka. Rossz helyre ment a hír, basszus. Hát ezt elszúrtam. Kristóf meghalt. My bad. És elfelejtettem kétszer támadni. Na. Amúgy nem tudom, fel tudjuk healálni? Őket tudjuk healálni, hát ezt nem csináljuk. Ez a hiper, ez fájdalmas. Hát a kövi szerintem halálos lesz, úgyhogy hílelünk. Jó, és akkor most egy klasszikus támadás. Oké, kiment a két sebzésünk. Összezavartak az ikrek.
Jó, egy heal. Tetszik, ahogy látszódik a karakterünkön az, hogy neki most fáj. Látjátok, most már nem fáj neki. Ó, de jó lett volna Kristófot életbe tartani. Na. Az Empress hallani fog erről. Na, még Kristóf is level 3-as lett. Anton, now do you see? Look what you've done. What I've done? You think I brought these monsters to Nareem? Double D action. I know this was your way of getting the farm. Tehát a Robert Farmer szerint a polgármester így akarja megszerezni a farmot. You wanted this land for your industrialization project. This was all you. Everything I do is for the future of Nareem. For your daughter's future. I would never put anyone at risk. Mayor Anton, if I may divert our focus, this was clearly set up by an unknown party. And on that topic, tell me, Crisbel. Crisbel, mesélj csak egy kicsit arról a különös kardról. Lana, this was a gift from Mr. Wilhelm and Matthias. Oh? And who are these strangers you seem to know so well? What do they want with Nareem? Mit akarnak ezek az idegenek Nareemtól? Érdekes. Did they set this up? And are you part of their scheme? Kezd unszimpi lenni, Lana, pedig azt hittem, hogy szimpi lesz. We were just trying to help. Enough! Guards! Seize her and the shielded fellow! We'll lock them up until we can extract a confession. Aye, aye. We have to go. Now! To the cathedral. Wilhelm said he'd meet us there. Be akarnak börtönözni minket. You made it! Aye. You really were able to wield that sword. Well done! And, as promised, your friends are here. In fact, your mother superior. Crisbel! Is that you? Oh, thank the lady. Mother superior, I'm so sorry. Shh, dear. Your interesting new friend here has told us a great deal already. I won't claim to understand all of this, but you're safe. That's all that matters. Safe, maybe for now. She won't stop with Nareem. Szoktam elrédelni? Nem, még egyszer se próbáltam ki. Nem próbáltam ki a Shadow Legends-t. The Empress will keep building up her armies. That monster won't let anything stop her. The Empress? The Empress of Time. Így van, az idős elszárnő. Már gondoltam a Twitch raidekre. Ritkán, három havonta egyszer, vagy inkább fél évente kétszer, valahogy így. And those idiots in town are too busy pointing fingers to see who saved their worthless skins. Run from her if you want. I'll go myself if I... Enough! Don't be stupid, boy. You'll need all the help you can get. Which means, I suppose, that I'll be going as well. Wilhelm, a naturális mágus csatlakozott a partihoz. Going? I can't leave. The orphanage, my family. No harm will come to your sisters, dear. Not while I live. Do you see the three faces of the lady? Portrayed in the cathedral's stained glass? Those images foretell a prophecy. A legend which has been safeguarded through the ages. The lady spoke of a girl that would open time itself. A profécia azt mondta, hogy lesz egy csajszi, aki
megnyitja majd az időt magát, pontosan úgy, ahogy azt mi tettük, és ahogy az ott van a háttérben a kis képem. Egy lány, aki látja a múltat, és ugyanúgy a jövőt. És szuperior anyuka szerint mi vagyunk azok. Én nem is vagyok különleges. Dehogy nem. More than you could possibly know. Go to the cathedrals and seek out the other mother's superior. They will help guide you. I know you've always wanted to find your mother, to learn more about your history. Perhaps this is your chance. Igen, a festőket hallhatjátok még mindig. Your grandmother often spoke of Crystallis. Perhaps the answer lies there. Matthias, where did he go? He's slippery, that one. Even for a frog. He'll turn up soon. Count on it. The soldiers will be here soon. Quickly, girl! I... Fine. I'll go. But I'll return. I promise. You'd better. Those roses still need pruning. Don't think I've forgotten. Now get moving. Merciful lady, watch over my Crisbel. Guide her, shield her, comfort her, for she has a long road ahead. And when she is finished, O great lady, take her gently in your arms and bear her home. Be safe, dear girl. Nagyon menő ez a kép. There's another cathedral in St. Clarity. Perhaps we should try going there next. St. Clarity-ben van egy másik katedrális, just az like lehetne a következő. It's watched over by one of the mother's superior. És arra is egy superior anyuka figyel. Stained glass murals as well. Felügyeli. Perhaps there's some connection with your powers. St. Clarity, huh? I guess I knew this day was coming. The path to get there is through the forest east of my house. Let's get moving. Pillanat, srácok. Na, most elvileg jó lesz, nem fogjátok beállni a kopogást. Hogy lehet ilyen pozíciót kitalálni, hogy Superior Mother? Hát a főanyuka. Nem tudom. Nem tudom. Jaj, hát srácok! Szerintem nekem ennyi elég is ebből a játékból, a Crystallisből. Hát, hogy mondjam nektek? A JRPG stílus masszívan képviseli magát ebben a játékban. Rengeteget lehet beszélgetni mindenkivel is, és rengeteg küldetést... Hát, ugye rengeteg küldetésben még nem bukkantunk ilyen mellékküldetésekben, viszont abban igen, hogy rengeteg emberrel beszélgethetünk, ami hatással lehet arra, hogy mivé lesz majd a történet. A harcrendszer egyébként nagyon szimpatikus, kár, hogy számomra
nagyon kevés a beszélgetéshez képest, de hát milyen ez a stílus? Nagyon tetszik ez az időbe belelátás, a múltba és a jövőbe belelátás, és hát a harc ezzel együtt igazán jó lehet, hogy így hatással lehetünk az ellenfelünkre úgy, hogy elküldjük őt a múltba vagy a jövőbe. Ez nagyon király. A sztori szerintem teljesen rendben van. A játék grafikája és a hozzá tartozó muzsika is. Ez egy szuper játék. Bár meg kell, hogy mondjam, ezek nem azok a tipikus játékok, amikhez mi hozzá szoktunk, mondom így. Magyar zárójel európai játékosként ezek a JRPG-k tőlem, meg szerintem tőlünk alapvetően nagyon távol állnak, de ez is amúgy egy király stílus. Mondom, én egy kicsit féltem attól, hogy ez a JRPG ilyen nagyon brutális lesz, de ez csak annyi, hogy sokat beszélgetünk. Kinek mi? Amúgy egy 40 eurós, vagy 40-50 eurós játékról beszélünk. Ami egyébként meglepő. De ugye megnézem nektek, hogy mennyibe szokott egyébként kerülni. Hát, ja. Official store-okban 35 dollár. Hát, még egy éves sincs a játék. Official store-okban 30-40 dollár, e-shopoknál már azért 5-10-20 dollárért, euróért is találhattok, illetve hogyha jól látom, akkor benne van a Game Pass-ba, az Xbox-os game, majd ugye a PC-s Game Pass-ba benne van. Úgyhogy szerintem ez egy jó deal, hogyha bejött most nektek, hogy begyűjtsétek. $11,000 magyar intergalaktikus kredit. Nem igazán Steam barát, hát kinek mi? Valaki messze szereti egyébként. Az apácáknál van ilyen title? Ja, valószínűleg ez egy ilyen apácák által üzemeltetett árvaház. Úgyhogy, hát remélem, hogy bejött nektek ez a játszi. Ha nem jött be, akkor is legalább eldöntettétek, vagy eldönthetitek most könnyen, hogy egyáltalán letöltsétek-e magatoknak, vagy hogy egyáltalán begyűjtsétek-e, mert begyűjtetitek, de hogyha nem jött be most, akkor valószínűleg játszol se fog bejönni. Úgyhogy ennyit a Crystalsről. Adrival nem találkoztunk benne, pedig a videóban volt Adri is. Ez egy átverés. És hát most nézzük meg, skacok, hogy mi a következő játék. Persze mentünk. Meg kell, hogy legyen a mentésünk. 400 most az euró? 400 forint most az euró? Az komoly. Na. Pillanat, skacok. A jövő heti, pontosabban a március 3-ai játékok, március 3-a 5 órától begyűjthető játékok, azok nem lesznek más, mint a Black Widow Recharged, illetve a Centipede Recharged, valamint a Dauntless-hez ilyen kis currency jutalom. Tehát kettő játék, plusz a Dauntless-hez currency. A Black Widow Recharge az egy twin stick shooter game. Mindjárt meglátjátok, hogy pontosan milyen. Mindjárt berakom nagyba. Tehát ott vagyunk a kis pókkal, azt lövöldözünk.
És jönnek a fejlesztések. Ez ilyen nekem való játék. Én szeretem az ilyeneket egyébként. Ilyen. Ilyen. Itt van, 2021 október 28-án jelent meg, hogyha minden igaz, 3000 forintos játék. Ezek a Twin Stick shooterek, ezek egyébként kontrollerre vannak kitalálva alapvetően, de valószínűleg lehet játszani a gérbillentyűzettel is. Na, tessék! Dual Core Plus 4 GB RAM és 400 MB hely a gépen. Ennyi kell hozzá. Windows 7-en is elfut. Windows 7-esen. Jó. A következő játék, az pedig a Centipede Recharge. A 100 lábú újra töltve. Ettől is valami hasonlót várhattok. Tessék. Tessék. Ez is ilyen lövöldöző, csak itt lövöldözős játék, csak hát itt nem a karakteredet mozgatod a teljes pályán, hanem csak lövöldözöl, ahogy látom, fölfele. Mint az az űrhajós játék, nem is jut eszembe, hogy hogy hívták az űrhajós játékot. Hát ezek ilyen árkád játékok, vagy nem tudom, hogy mi a helyes megnevezése ezeknek. Ja, Atari. Atari is game. Igen, hasonló gépigényei vannak, úgyhogy emiatt se kell izgulni. Úgyhogy ezeket fogjuk majd holnap meglesni, valamint Dauntlessezünk is majd egy picit. Három nap a VIP klubba, meg currency. Aha. Ennyi? Nem is írnak erről többet? Hát ez nem tudom pontosan mit jelent. Mennyi körrenszit adnak, nem vágom. De holnap kiderül. Megmondom, legalább egy picit down-t leszezünk. Amikor megjelent a játék, Epic Slayer Kit úgy hívják. Amikor megjelent a játék, akkor nekem nagyon szimpatikusnak tűnt a down-t lesz, aztán amikor játszottam vele egy pár órát, akkor így nagyon rájöttem, hogy ez nem nekem való. Galaga az eredeti ilyen űrhajós játék? Lehet amúgy azaz. Galagát azt próbáltuk nézni, amikor lett ilyen hozzáférésünk ilyen ezer éves játékokhoz. De lehet, hogy végül nem próbáltuk. Úgyhogy ezek leszek holnaptól, harmadikától, amit, hogy pontosabban harmadika délután 5 órától, ezeket tudjátok majd begyűjteni, de addig is, hogyha még figyelmesek vagytok, akkor a Krisztelsz ütheti a markotokat.